Oké, na, akkor gyorsan elmondjuk, hogy mi a helyzet. Szóval egy, hogyha hallgattok minket folyamatosan, mindig, és szeretnétek nekünk kicsit így besegíteni, akkor lehet azt csinálni, hogyha találtok a bármelyik podcastben egy vicces részt. Vagy behind the scenes videóban. Igen, bármelyik videóban valamilyen részt, ami szerintetek vicces, és jó lenne kiragadni az egészből, akkor csináltok egy klippet róla, ugyanis a YouTube-nak van egy ilyen klip funkciója, hogy alul benyomod, és kiszedi azt a pár másodpercet, vagy egy percet, vagy mennyit. Hát szerintem 30 másodperc. És akkor tudtok nekünk segíteni abban, hogy ezek a klipek meglegyenek, és tudjunk bele csinálni short videókat. Promote, meg az év végén egy ilyen legjobb pillanatok válogatás, mert nekünk ezt megcsinálni, ez elég melós lenne, ugye ezt mind végig hallgatni. Úgyhogy ez az első. A második pedig nyereményjáték, amit elmondunk most már minden podcast előtt, hogy van egy kétlépcsős nyereményjáték, ami karácsonykor lesz. Az első lépcsőben el kell menni a fürdőszobába, bekapcsolni a hangrögzítőt, beállni a zuhany alá, meleg vízzel, és rácsavarni a hideget. És csuma a hideg. És felvenni a reakciót. Ez a feladat. Ezt kell beküldeni nekünk. Van egy e-mail címünk, itt vannak minden, pusztapodcast@gmail.com, vagy Lacinak Facebookra, vagy Instagramra elküldeni. Ez az első kör. Ezek között az emberek között sorsolunk majd ki egy ajándékot. Lehet fiú, lány, kicsi, nagy, teljesen mindegy. Az a lényeg, bátok a zuhanyalát, zuhanyoztok, meleg víz, csutka hideg, és felveszitek a hangreakciót, hogy milyen reakciótok valamikor csutka hidegre ráváltatok. Így van, rá is lehet játszani, nem gond. A második lépcsőben pedig lesz egy élő karácsonykor majd, vagy valamikor a két ünnep között, ahol mi is felvesszük a reakciónkat ugyanígy a hideg vízben, és amiket ti beküldtetek, azokat összerakjuk, meg berakjuk a miénket is, és nektek ki kell majd választani, hogy melyik a mi reakciónk, és aki azt majd megnyeri, az lesz a második körben a nyertes. Így van, és fogtok nyerni tök fasz ajándékot, amit már megvan rendelve, úgyhogy ezt csináljátok, meg megvan rendelve. Amit nem tudunk, hogy micsoda. Én legalábbis nem tudom, hogy micsoda. Senki nem tudja, hogy micsoda, csak én tudom, hogy micsoda. Ja.